Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Pénteken mutatták be Szent László és Kora kultusza címmel azt a tanulmánykötetet, amely harmadik kötete, itt a, talán az asztalán majd látják, kedves nézőink. A Szent István hitoktatási és művelési házban jelent meg, tehát ez a kötet. A kötettel a Szent Királyokról szóló, Szent Istvánról és Szent Imréről szóló, rendelkezésünkre álló ismereteket tudományos igénnyel feldolgozó sorozat ezzel teljessé vált. Én megmutatnám, ez a borító, aztán majd látjuk a könyveket is. Vendégem pedig Smahai András, az Egyház Történeti Múzeum igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus pillanat. Ezzel, ahogy ott is megfogalmazták, teljessé vált a triptihon. Erről fogunk beszélgetni, előbb azonban nézzük meg, hogy miként gondolkodott nagy tiszteletű excellenciás Prohászka Ottokár püspök úr Szent Lászlóról. Prohászka Ottokár a csatabárdos szent, a mi nemzeti ideálunk. A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység. Benne ford össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt. Öntözte azt István könnyeivel, a hit hirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel. Meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit, s az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt. Hozzá emelte fel a nép tétovázó tekintetét, s szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. Még idegenszerű volt ez a nagyság. Még kizárólagosan, s annyira önfeledve, s gondolatlanul bámulta, hogy melegedni nála, örülni neki nem tudott. Érzése nem tudta kiváltani a keresztény hitet. Az alázatos, síró, mezítláb járó István királyban okvetlenül lelküknek atyára kellett ismerniük. De ennek az atyának csak gondjait és fáradalmait látták. A nép érzelme és bizalma is megrendült iránta, s a pogányság tényleg felütötte fejét, üstökbe kötötte a haját, s vadul tombolva kísérlette meg többször is összetörni István művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát keresztényé tenni, hogy ez a keresztényé lett nemzeti eszmény nyissa meg a hitnek a nép szívét. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett keresztényé és szenté. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol és győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitészségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, és ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, melytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek megvoltak ugyan keresztelve, de a nép még nem. A nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. Nos, ugye Prohászka Ottokár püspök atyánk vélekedett így. Hát honnét jött a gondolat? Kezdjük talán azzal, hogy a Szent István és a Szent Imre tanulmánykötetek megjelenése az már egy áttörés volt, hiszen korábban ilyet nem is jutott eszébe senkinek. Azt hiszem, hogy az egy csodálatos pillanat volt. Viszont ehhez nagyon sok minden kellett, hiszen egy ilyen tanulmánykötet a mélységeket kutatja, amit a köznyelv még nem ismer. 2007-ben Szent Imre születésnek ezredik évfordulója volt az a pillanat, amikor egy kiállítást, illetve a kiállításhoz kapcsolódóan egy tanulmánykötetet és katalógust sikerült elkészítenünk. Ez itt középen látható az asztalon. Akkoriban még nem volt elég forrás arra, hogy az egész munkát papíralapon adjuk ki, úgyhogy DVD formájában jelent meg a tanulmánykötet mellett a katalógus, ami lehetőséget biztosított akkor arra, hogy
bővebben tudjunk a műtárgyakról szólni, illetve még a könyv megjelenés előtti CD-t is kiadtunk Szent Imre énekekről, gregorián és népénekekről. Ez a vállalkozás akkor még számunkra nem volt egyértelmű, hogy folytatva lesz, hogy folytatni fogjuk ezt a vállalkozást. 2013-ban a Szent István az emlékév, 1975. évforduló alkalmából az emlékév volt az, amikor szintén egy nagy kiállítással jelentkezhettünk. Ez már egy nemzetközi kiállítás volt külföldi műtárgyakkal, melyik Szent Istvánra utalnak. Ugye itt volt a három Szent István herma Zágrábból, Kalocsáról és ugye a székesfehérvári herma együtt volt látható. Ennek a kiadványa már tanulmánykötetés katalógus formában tudott megjelenni egyben, amit a szélén látható. És akkor már egyértelmű vált, hogy Székesfehérváron a három magyar szent király, tehát Szent István, Imrét is ide számítja a magyar nép, Imre mellett kell, hogy László is megjelenjen, tehát a három magyar szent király együtt tanulmánykötetek formájában is meg tudjon jelenni a múzeum gondozásában. És tulajdonképpen ezzel a sorozat teljessé vált, de sajnos menet közben 2014-ben meghalt Kerni Terézia, aki ennek az egész vállalkozásnak a motorja volt. Ő művészettörténész, a MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének munkatársa, akinek tulajdonképpen a kutatásain és kapcsolatrendszerén alapult ez az egész vállalkozás. Mi segítséget nyújtottunk neki ahhoz, hogy hatalmas tudását meg tudja nyilvánítani ilyen formában. És emiatt a tragikus haláleset miatt a könyvnek a kiadása sajnos késett, úgyhogy tulajdonképpen rosszul mondtam, hogy 2014-ben volt a konferencia, 15-ben halt meg Kerni Terézia, és hát 19-re sikerült ezt az anyagot szerkesztett formába közzéadni. Amit itt láthatunk ebbe a három könyvbe, illetve DVD-be, összesen 1200 oldal tartalom van, és akármilyen furcsa, de 90 szerző dolgozott. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez egy rendkívüli kihívás. Tehát Szent István, Szent Imre és különösen Szent László kora bővekedik egyik oldalról eseményekben. Ezt feldolgozni egy misszió, én azt gondolom, és nem is csodálkozom a magas számon, hogy 90-en dolgoztak rajta, egy embernek ez lehetetlen feladat. Hogy lehet hozzáfogni? Hiszen a népnyelv, a Szent László kultuszt, hiszen most már akkor beszéljünk erről a most megjelent tanulmánykötetről, ezerféle módon ismeri. Tehát a lovak király eszménye, amelyet magamnak is volt szerencsém megtapasztalni Erdélyben és Székelyföldön, számtalan olyan történetet rejt magában, amin túl természetesen az uralkodás minden pillanata nyitott kell, könyv kell, hogy legyen egy tanulmánykötetben. Hogy fogtatok hozzá? Hogy lehet ezt úgy megszerkeszteni, hogy valóban olyan legyen, mint a Szent István és a Szent Imre kötet? Azt hiszem, hogy a Szent István és a Szent Imre kötethez képest a Szent László kötetnek a sajátossága, hogy kevésbé teljességre törekvő, ugyanis, ahogy említetted, ez majdnem, hogy lehetetlen. Szent István esetében is úgy gondolom, hogy lehetetlen, és nem is gondoltuk azt, hogy ezt teljességre törekvően meg tudjuk valósítani, de úgy sikerült lekerekíteni. Szent László esetében annyira szerteágazó ez a kultusznak tulajdonképpen a története, mert ugye Szent László életének a története az egy zárt egység, hiszen ő született és meghalt, viszont a kultusza az ma is él, tehát ma is gyakorlatilag, ha leegyszerűsítjük, akkor mi is a kultuszának a folytatói vagyunk, hiszen egy olyan könyvről beszélgetünk, ami róla szól, tehát most is folytatjuk a Szent László tiszteletét. Ezért inkább csomópontokat választottunk, ezt meg Kerni Teréziával. Tehát történelmi csomópontokat. Történelmi csomópontokat, és azok köré próbáltuk megszervezni. És hát azért elállok egy műhelytitkot, talán ha majd valaki egy ilyen munkához fog, akkor el kell fogadni azt, hogy vannak esetlegességek is egy ilyen munkában.
az adott témával éppen kifoglalkozik, kinek vannak új kutatási eredményei, mik azok az érdekes témák, amelyekkel éppen a kollégák foglalkoznak. Ezek mind meghatározzák azt, hogy aztán végül mi fog bekerülni egy ilyen kötetbe, hiába szeretné az ember mást, az adottságokkal kell gazdálkodni. Ezért a csomópontok közül kiemelkedik Szent László és Székesfehérvár középkori kapcsolata. Ugye ez kifejezetten a Szent István és Szent Imre Szent Évatása köré, vagy erre fókuszál, a kultuszhely kialakulása, ugye Szent István oltára emelése, és aztán utána ezt követően annak az ő sírjának a környezetének a kialakítása, hogy alakult, illetve erre milyen külföldi példák vannak. Ez az egyik hangsúlyos csomópontja ennek a tanulmánykötetnek. A másik pedig akármilyen furcsa és egy székesfehérvári kötettől a Szent László győri kultusza, hiszen ez valójában őszintén erősebb Győrben Szent László kultusza, mint Székesfehérváron. Igen, viszont a három is ott van, viszont a három szent királynak a tisztelete, én úgy gondolom, hogy Székesfehérváron talán az országban a legerősebb, ugyanis ha megnézzük a város legmagasabb pontján álló templomot, ami a püspöki székesegyház, a Szent István tiszteletére szentelt püspöki székesegyház, a hatalmas torony pár között ott vigyáz a városra a három magyar szent király szobra, és ez nem véletlenül van így. Nagyon fontos a további lépcsőfok, tehát meg vagyunk Székesfehérváron. Nagyon is jól tudjuk, hogy Szent László kultusza Erdélyben például ugye Nagyvárathoz kötődik, aztán a Torda, szép víz, de számtalan olyan hely van. Itt Magyarországon Győrön kívül mivel tudják megragadni a történettudományt kedvelőket? Tehát kicsit mélyüljünk el, hogy Fehérváron kívül mi mindent. Igen, nagyon izgalmas tanulmány szól például egy Szilárdi Zoltán atya tollából, aki sajnos szintén a kiadás ideje alatt hunyt el 2017 végén. A atya valamikor talán a 70-es években Ürményben járt, ami felvidéken, akkor is a Szlovákiában, Szlovákiában van, és az ottani kastélyban egy Szent Lászlót ábrázoló metszetet látott egy könyvben. A lelkemre kötött, hogy menjek el, keressem meg azt a könyvet, fényképezzük le azt a metszetet, és ő erről fog írni. A fejében egyébként már megvolt, mert rendkívül jó memóriája volt, és emlékezett az egész metszetre, de hát ugye azt publikálni kellett. Ez gyakorlatilag egy lehetetlen küldetésnek tűnt. Egy 30 vagy 40 éve látott metszetnek a felkutatása. Egy felvidéki atya jóvoltából, akkori Galántai plébános jóvoltából eljutottunk ebbe a kastélyba, ami egy gyerekotthonként működik. Bementünk a igazgató irodába, és hát előtártuk, hogy miért is vagyunk itt. Széttárták a kezüket, hogy hát ők nem tudnak ilyen metszetről, de egyébként itt van egy szekrény, nyissuk ki, nézzük meg, ott vannak régi könyvek, hát ha kinyitottuk a szekrényt, valóban tele volt régi könyvekkel. Kovács Péter restaurátor barátom jött velünk, aki papír és bőr restaurátor, és kértem, hogy hát segítsen, keressük meg ezt a könyvet. Szerintem olyan 100 könyv biztos, hogy volt, de lehet, hogy több is. Az időnk sem volt hát végtelen. Kicsit el is keseredtünk, hogy itt most nem fogjuk megtalálni. Péter egy percet állt a polc előtt, levett egy könyvet, elkezdte lapozgatni, és ott volt a metszet, amit kerestünk. Ez egyébként benne is van a könyvben. És kérdeztem, hogy ez hogy sikerült. Nagyjából tudtuk, hogy milyen korú a metszet, 18. század közepi bécsi munka. Megnézte, hogy nagyjából 18. századi kötések azok, hol találhatók, kettőt látott korabelit, és az elsőben benne volt a metszet. Tehát így van, van egy bécsi illetőségű, de felvidéken őrzött metszet, ami szintén Szent László kultuszának az emléke. Kalocsán őriznek egy nagyon szép, szintén Szent László ábrázoló metszetet, amiről egy külön tanulmány született, Lakatos Adél kalocsai kolléganőnek a tollából, aki egyébként székesfehérvári születésű, és hát így van több említés is, erdélyi felvidéki falképeknek gyakorlatilag
a majdnem, hogy teljes évre törekvő leírása Ékeli Zsombor tollából született a kötetben. És amit eddig nem csináltunk, hogy az összes könyvnek a hátulján, vagy az összes könyvben van egy térkép, amelyen Szent István, Szent Imre, illetve most Szent László tiszteletére szentelt templomokat vagy kápolnákat egy térképre tettük föl gyakorlatilag az 1000 év alatt. Tehát, hol voltak az ő tiszteletükre szentelt templomok. Eddig csak egy lista volt hozzá az adott templom kápon alapítási számával. Most viszont a székesfehérvári Ribi András történész doktorandusz hallgató egy tanulmányt is írt hozzá, amiben értelmezi ezt a jelenséget, hogy Szent Lászlónak a Kárpát-medencében, sőt egyébként Kárpát-medencén túl is, hol vannak patrocíniumai, ami azt jelenti, hogy hol vannak az ő tiszteletére szentelt templomok. Tehát ezzel talán tovább is sikerült lépni. Ez egy kivételesen nagy ívű történészi, művészettörténészi munkát igényelt. Hogy sikerült megtalálni azt a 90 embert, hiszen nyilvánvaló, hogy a jó szándék ilyenkor kevés, tehát forrásokat kell keresni, de erről nem beszélünk, de viszont, hogy mindenki a saját nézőpontjából megtalálta a maga Szent Lászlóját. Mert gondolom, hogy itt a szervező munka, tehát jelesül az Egyházmegyei Múzeum vezetése, élen veled, nagyon sokat kellett, hogy tenjen azért, hogy egyrészt ez elterjedjen, és ne csak szájról szájra, hanem egy egységes szerkezetbe foglaljátok az eddig tudottakat, illetve az új dolgokat. Az egységes megjelenésért Fákó Árpád grafikus művész munkája szavatolt, hiszen ő a múzeum kiadványait és kiállításait már 12 éve magas színvonalon tervezi és kivitelezi. Tehát a kinézet, a megjelenés az adott volt. Hogy a beltartalmat hogyan lehet egységesíteni, ebben pedig Kerny Terézia jó barátja Mikó Árpád volt a segítségünkre, aki a Művészettörténet Kutatóintézet igazgatója is. És vele sikerült megoldanunk azt, hogy ha az ember ezt a könyvet kezébe veszi, akkor első olvasatra nincs hiányérzete. Uh-huh. Második olvasatra aztán jönnek az újabb és újabb kérdések, amik remélhetőleg ennek a kutatásnak a folytatása, amit majd én remélem, hogy a következő generáció is magáinak fog érezni, a következő generációk is magukinak fognak érezni. És hogy ez hogyan alakult, erre nem tudom azt válaszolni, hogy teljesen tudatos szerkesztés és tudatos szervezésnek az eredménye. Ez kicsit olyan, mint egy lavina. Hogyha elindul, akkor utána elkezd magához ragadni egyéb dolgokat, nem csak havat, hanem fákat is. És ez a tudományos életben is valahogy így működik, amikor kiderül, hogy mi ezzel foglalkozunk, és több szerző is elkezd kutatni, és híre megy annak, hogy Székesfehérváron készül egy újabb kötet, akkor rövid időn belül jönnek ajánlások, hogy esetleg én tudok arról, hogy még XY is foglalkozik egy témával, és talán el is készülne a tanulmány a határidőre. Így került be több tanulmány is, így lett egy kerek egész. 2014-ben egy konferenciát rendeztünk Szent László történetiségéről és kultuszáról. Ennek a konferenciának a tanulmányainak kb. 80%-a került be, és még jött hozzá jó néhány, tehát összesen 16 tanulmányt jelentettünk így meg. És az egyik ilyen nagyívű és a konferencia után érkezett tanulmány Borossai Katalinnak a tollából, aki egy történész kolléganő, és Tarnóczi István, jezsuita Szent László életrajzának ez egy pici kis, kb. Ekkora méretű kis kiadvány, 1681-ben jelent meg, tele van metszetekkel, Szent László életével foglalkozó metszetekkel. Az irodalmi hátterét ennek a könyvnek már feldolgozták és foglalkoztak már vele korábban, de a metszeteknek az előképeivel és azzal, hogy ezek a metszetek milyen irodalmi és művészettörténeti összefüggéseket tartalmaznak, ezzel még nem foglalkozott senki. Tehát most már eljutottunk addig, hogy rang a három kötetben szerepelni bizonyos értelemben. Tehát egy kutató számára azt hiszem, hogy ennél több és jobb megerősítés nem kell. Hát én merem remélni.
azért előfordult, hogy nem mindenki tud bekerülni a kötetekbe. Az egyetlen. Hiszen a minőségből nem engedtünk soha. Hogy lehet hozzájutni, hiszen én azt gondolom, hogy ez a széles olvasóközönség körében is kell, hogy olyan érdeklődést keltsen, hogy szeretné a polcon látni és belelapozni. Igen, a Barátóboltjában lehet kapni, ami most sajnos átalakítás miatt zárva, de hamarosan meg fog nyílni a Liszt Ferenc utcában, illetve most dolgozunk rajta, hogy Budapesten is elérhető legyen, tehát hogy ne kelljen Székesfehérvárra utazni. A Szent Királyokkal most lezárult egy fejezet, de én nem félek attól, hogy nincs olyan tervetek, ami folytatja ezt a fajta küldetést, mert azt gondolom, hogy erre szükség van. Több ötletem is van. Igen? Akkor ha ez még titok, akkor nem faggat Nem, igazából ugye most a múzeumot bezártuk, ez talán már közkeletű, és felújítjuk az épületet, újabb szolgáltatásokkal fogunk majd a felújítás után a közönség elé állni, illetve épül a Lakatos utcában a látogatóközpont is, és ezekhez a felújításokhoz, vagy ezekhez az új beruházásokhoz kapcsolódóan szeretnénk újabb tartalmakkal, újabb igényes szolgáltatásokkal előlépni, és ehhez szeretnék olyan kiállításokkal és olyan kiadványokkal hozzájárulni, ami lehet, hogy egy kicsit más irány, mint amit eddig megszoktunk a múzeumtól, de ugyanúgy a katolikus hitünkről fog szólni, és ugyanúgy azt a missziót folytatjuk, ami ennek az intézménynek a sajátja. Nincs kétségem felőle, hogy ez egy jó út. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát amint lehetőségük nyílik rá, keressék ezeket a tanulmányköteteket, higgyék el, hogy Szent Királyunkról szóló minden egyes pillanat, amit velük töltenek, akár vizuálisan, vagy virtuálisan, megéri. Köszönöm, András, hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátosra!